Sziasztok, ez az Új Nemzedék novemberi adása. Aki folyamatosan nyomon követi műsorainkat a Facebookon, az már láthatta, hogy az elmúlt egy év összes videóját megtekinthetitek, úgyhogy látogassatok szorgalmasan a Facebook oldalunkra. A mai műsorban pedig elsőként a misszióval foglalkozunk. Alakult egy új társaság, és ennek első találkozója volt most november elején, ahol Dalma is ott járt. Annyira nem is új ez a társaság, ez az ifjúsági missziós társaság, ugyanis már a kommunizmus előtt működött. Csak több más katolikus szervezettel együtt beszüntették. Most, ahol voltam, Budapesten ez egy lelki gyakorlat is volt egyben. Az ország több területéről jöttek fiatalok, hogy találkozzanak és gondolkozzanak a misszióról, a missziós lelkületről. Hogyan képzeljük el, miben más ez a misszió, mint a többi? Igazából manapság a misszió fogalmát sok mindennel talán összekeverik, de azért mégiscsak maga a küldetés gondolata a legfőbb ebben is. Amit észrevettem ott a fiatalokon, az az volt, hogy tényleg nagyon komolyan gondolják azt, hogy a helyi közösségeikben is, vagy azok között, az emberek között, ahol, akik között mozognak, ahol járnak, ott hajtsanak végre olyan feladatokat, ami akár missziót is jelenthet. Nem arról van szó, hogy Afrikába mennek ki és vállalnak valamilyen küldetést. A misszió nem csak ezt jelenti, hanem azt, hogy saját környezetünkben hogyan tudunk tenni másokért. És talán ez volt, ami a leginkább megfogalmazódott ezen a találkozón. És mindenkit tényleg úgy láttam a fiatalok közül, nagyon-nagyon komolyan és nagyon elkötelezetten beszéltek arról, hogy ők mit tesznek meg másokért, vagy mit szeretnének megtenni. Tehát a misszió nem csak a segélyezésről, az adományozásról, a hitterjesztésről szól, hanem pont arról, hogy mi magunk hogyan teszünk a környezetünkért, és hogyan fejlődünk ezek során. Biztos pont az életben, hogy sose vagy egyedül, és ez megnyugtat, mert amikor szomorú vagy, és úgy érzed, hogy nincsen vele senki, akkor tudod, hogy nem vagy egyedül. A hit számomra egy olyan támpont, amire mindig számíthatok, és ezáltal az én életem és a körülöttem lévők élete is jobbá tehető, mint esetleg mások, akikben nincs meg egy ilyen érzés. Fontos, hogy másoknak segítsünk. Adományokat adnánk, segítenénk templomat építeni, meg ilyesmi. Bízni Istenben, és abban, hogy minden nap velünk van. Erőt ad az életemben. Hogyha valami rossz dolog történik az életemben, akkor tudom, hogy Istenre számíthatok. Hát nekem a hit teljesen összefügg a bizalommal, mert hogy hinni én... Szerintem bizalommal lehet, hogyha bízunk benne, akkor hiszek, és hogyha nem bízom benne, akkor nem tudom elhinni, hogy van, vagy hogy segít, hogy... Igen. Két hete én is itt voltam a lelki gyakorlaton, és megkértek, hogy hozzak egy csoportot Győrből. Már egy ideje kapcsolatba állunk a missziósokkal, verbitákkal, és hát eljöttünk, tudjuk, hogy itt nagyon jó hangulat szokott lenni, nagyon jó a társaság, és mindemellett tényleg lelkileg is feltöltődhetünk. Jó egy kicsit kiszakadni ilyenkor a mindennapokból, kicsit elgondolkodni tényleg az életről, és hogy hova tartunk, és mi a célunk. Valóban sajátos élettörténetekkel találkozhatunk, ami sokszor meg is rendít minket. És még egy nagyon fontos, amiben tényleg a missziónkat is találjuk, az, hogy mosolyt csaljunk a másik embernek az arcára, és tényleg, hogy jól érezze magát, mert itt vagyunk ezen a lelki gyakorlaton, és többen azért nem mernek szerintem eljönni, mert félnek, hogy itt most reggeltől estig mi kukoricán térdelve zsolozsmázunk, meg rózsafűzérezünk, de ez nem igaz. Éneklünk, és vidámak vagyunk. Én is azért jöttem ide, mert én tudom, hogy itt olyan emberek vannak, akik
ugyanúgy gondolkodnak, ahogy én is, hogy tudjak segíteni az embereken. És úgy segítek az embereken, hogy az előző sulimban volt, vagy létezett, hogy öregek katonába járok, volt osztálytársaimmal. És így segítek nekik, és én is imádkozok nekik. Nagyon szép kezdeményezés volt, Sebastian atya fölkért arra, hogy Teréz anyáról írjak egy színdarabot, és hát elég sok tanulmányozás előzte meg ezt a színdarabot. Több könyvet elolvastam Teréz anya életéről, több játékfilmet, dokumentumfilmet néztem meg, és így született meg ez a misztériumjáték, amit Teréz anyának az ünnepén kezdtünk el, és nagyon nagy különlegesség volt, hogy az év missziósa a lány kategóriában Nagy Bárkányból választották Olá Barbit, és én őt választottam, hogy ő lesz a főszereplő. Ez nekem nem egy színdarab volt, mert volt már ilyen színdarab az iskolánkban is. Azt végigizgultam. Azon meg se tudtam mukkanni, ebben egyáltalán nem izgultam. Nagyon nyugodt voltam. A szövegen nem gondolkodtam, tudtam. Igen hirdetés Galileában. Miután János átadott, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta, betelt az idő, és elközelgett Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. 2003. október 9-én érkeztem Magyarországra. Miért is érkeztem? Természetesen, mint a misszionárius, én azt hiszem, missziós munkát szerettem volna végezni, és azt csinálom is most is, mint a missziós rendenek a tagja. Mit is jelent ma misszionáriusnak lenni? Itt, ebben a helyzetben, nem kell menni a másik országon, itt Magyarországon, vagy éppen az iskolában, ahol éppen vagytok, hogy tudod a hitet, vagy tudjátok a hitet tettekre váltva élni. Mert a hit cselekedet nélkül halott. Nem elég az embernek mondani, hogy én hiszek és nem teszem semmit. Mert az elméleti valósága válik, és ennek nincs értelme. A hit akkor válik teljesi, amikor mi tettekre váltjuk. Akkor látjuk, hogy fú, ennek ereje van, és értelme van, és értékes a hit. Tehát a fiataloknak azt szeretném mondani, ide figyeljetek, mint ti már régóta már hisztek. Azt mondok, hogy hívjuk vagytok. De a hitet mennyire tudjátok tettekre váltani? Konkrét tettekre váltva élni. Hát egy példát mondhatom a Bibliából, volt egy, mondok, a példabeszédből egy mondatot, és ennek alapján szeretném mondani, hogy tudja az ember tettekre váltani. Például ott ül egy vakember, nem látja Krisztust, de ő jár arrafelé. És mégis kiállt, azt mondja, Dávid fia könyörülj rajta. És az emberek azt mondja, hát hallgass, ne kiáltozom utána, ne csinálj semmit. De erre ő még hangosabban kiállt. Dávid, könyörülj rajtam, Dávid fia, könyörülj rajtam. Erre Krisztus megáll, és azt mondja, hogy mit akarsz. Oda, hát azt mondta az embernek, hogy a mester hív, menj oda, és akkor föl kell. Köntösít mindent ott, hogy föl kell, és oda megy. És akkor Krisztus kérdezi tőle, hogy mit akarsz. Erre azt mondja, hogy Uram, hogy lássak. És azután azt mondta, te hitted, meggyógyított téged. Én miért is mondtam ezt a példabeszédet? Hogy sokszor az ember csak ott ülve mond valamit. De előre reményteljes szívvel mindig tudja tekinteni az ember. Kísértések vannak, buknak az emberek. A fiatalok nagyon sok mindent csinálnak, és azután én nem vagyok jól, nagyon bűnös vagyok, alszalmaz, mindenféle baj van. És azután egy picit lefelé is bezárkozik, nem tudnak kinyílni mások előtt. Hát itt kell igazán a hívő embernek, ha azt mondja a fiatal, hogy én hívő vagyok, akkor simán lehet kijönni belőle. Mert Krisztus mondja, aki hisz bennem, az nem maradhat sötétségben. Ez nem azt jelenti, hogy sötétségben lehet, hogy mi vagyunk, de nem maradhatott, onnan kiút mindig talál. A világosságra mindig tud találni az utat, ez a hitnek az ereje. Yeah.
mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn énekelve, porttól, sártól piszkosan menni mindig, biztosan. A misszió után a hűség kerül fókuszba, ez volt a témája az egyik fotópályázatnak, illetve filmfesztiválnak, ahol Ádám járt. Valóban a jezsuita gyökerű Faludi Ferenc Filmakadémia idén 16. alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Filmfesztiválját, amely egy fotópályázattal is párosult, és hát az alkotóknak a hűség fogalmáról kellett gondolkodni, hogy vajon mit fejezhet ki, vajon lehetőség vagy megkötés. Kiírásban az volt, hogy a hűség az akarat emlékezete, ez egy nagyon régi 800 éves definíció, hogy az akaratommal emlékszem arra, amit valamikor régen akartam. Ugye ez az akaratnak az emlékezete, és valahogy ez van a jelenlegi fiatal filmeseknél is, hogy mit azok a vállalások, amiket az emberek tesznek az életükben, a családdal kapcsolatban a házastársi hűség, a barátok közötti hűség, egy életformához való hűség, egy hazához való hűség. Tehát a hűség fogalom nagyon sokféleképpen megfogalmazódik a fiatalokban, és ezek egészen érdekes konstellációkat hoznak elő, az ember csak néz, hogy tényleg ez is egy lehetőség, egy tárgyhoz való hűség, egy tárgyra való azonosulás, vagy annak az elengedése. Ezek is érdekes kérdések voltak, és mindenfajta társadalmi, meg pszichológiai szinten előkerült a kérdés. Miért fontos ilyen témákkal foglalkozni, mint például a hűség? A hűség az egy olyan erény, ami folyamatos átalakulásban van. Sokszor tekintjük egy ilyen megalázkodó csandála erénynek, amiről nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy ez valamilyen teljesen szolgai magatartáshoz, hogyha valaki hűséges, és ezért fontos is az, hogy az amatőr filmesek, fiatal filmesek ezt közelebb tudják hozzánk vinni. Nem csak a párkapcsolat témájában, hanem mondjuk a hazaszeretet témájában, vagy a vallás témájában. És nagyon nehéz ezt úgy megfogni azért, hogy ne legyen szájbarágos vagy demagóg, és ezért szükséges mindig egy kis csavart vagy játékosságot belevinni. Én ezt is kerestem a filmekben, és azért soknál megvolt. Mivel amatőrfilmesekről van szó, ezért úgy azt hiszem, hogy nagyon erős bennük a nagyot mondani vágyás, ami dicséretes, és ez magával hordja a szokásos hibákat is, hogy nem mindig bírják el ezek a filmek azt, amit ki szeretnének fejezni, de ugyanakkor ez adja a báját is a történetnek. Nagyon sok a szomorkás történet, egy-kettő alkalom volt, amikor játékosabban humorral tudták megközelíteni a témáikat az alkotók, de azok rendszerint nagyon jól működtek. Külföldi filmek technikailag sokkal többet hoztak. Ez persze azért is lehet, mert hogy egy külföldi filmfesztivál, hogyha nevezek valaki a filmét, akkor elég bátorság kell ehhez. Viszont volt sok olyan magyar film is, ami tudta hozni ezeknek a külföldieknek a színvonalát. Valóban kísérleteztek, voltak azért sablonos alkotások is, de akik jól meg tudtak ragadni egy-egy stílust, és nagyon szép technikával megfogták ezt, és még tovább is tudtak lendíteni, szép számmal akadtak, azt kell, hogy mondjam, és ezért élveztem ezt a filmszemlét. A jezsuita atyának, Kis Óriknak jutott eszébe 17 évvel ezelőtt, mert hogy egy év kimaradt sajnos a filmszemlék sorából, tehát 17 évvel ezelőtt, hogy indítani kellene egy ilyen amatőr filmes megmérettetést, hogy nyújtani egy olyan témát, ami kicsit provokatív, kicsit elgondolkodtató, és mutassák meg a fiatalok, hogy mit gondolnak erről a témáról, mégpedig a film nyelvén mondják el ezt. És hát kezdetben a szemlére csak néhány alkotás érkezett, aztán az évek folyamán egyre bővült, nemzetközi lett, és idén már 106 alkotás érkezett 26 országból. Ezt mondjuk, hogy válságban vagyunk.
de ugye a válság előtt is volt egy válság előtti állapot, és a válság után is majd lesz egy válság utáni állapot. És azért ezt a két, az előttes és az utána lévő állapotot érdemes a válság fölött is valamivel majd összekötni. És ez lehet akár a hűség témakörébe, vagy hűség fogalom körébe emelhető valamilyen gesztus is. Ez kicsit hasonlít arra a Nagy László versre, aminek az a címe, hogy ki viszi át. Ugye, tehát mindig az a kérdés, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra. Ezek az események, ezek a filmszemlék akár, vagy az ehhez hasonló közösségi jellegű események még egy úgynevezett válsághelyzet közepén is képesek arra, hogy átvigyék azt a szerelmet. Ásó kapa nagyhadang, válasszon el benneteket. Ámen. A filmnek nagyon sok és nagyon egyszerű eszköze van arra, még az amatőr filmnek is, vagy a nulla forintból készülő filmnek is, arra, hogy egy helyzetbe, vagy egy történetbe becsalja, becsalogassa az azt szemlélőt, vagy egy szereplő mellé állítsa őt, és egy úton szépen elvezesse. Talán a filmnél több eszköze egyetlen más művészetnek sincs erre. Én kedvelem a dokumentumfilmeket, és itt is láttunk jó néhány dokumentumfilmet. Többek között az volt a cím, hogy a paraszt, egy fiatal férfi, aki arról beszél, hogy ragaszkodik a tanyán lévő élethez, illetve ahhoz a szabad élethez, amit nem is annyira ő, mint a szülei, vagy azoknak vagy a nagyszülei éltek. Tehát a hűség kategória is jelen van ebben, és a vonzódás is. És ugyanakkor nagyon szépen adja elő, hogy ő miért ragaszkodik ehhez az életmódhoz, és miért nem akar beállni abban a rohanásban, abban a nagy tempóban, abban az őrült tempóban, ami hova tovább semmire nem hagy időt, úgyhogy ez biztos, hogy megmarad a fiatal férfi benne. Egyszer az egyik ismerősöm azt mondta, hogy az a paraszt, aki a saját földjét igarővel műveli meg. Nagyon érdekes ötletből származott, felvételiztem a Filmművészet Egyetemen mesterszakra, dokumentumfilmrendező szakra, és arra készült egyébként ez a film. Az a másfajta minőségű felfogás, amit ő képvisel mostanában ebben a mondjuk számomra is elég elviselhetetlen közegben, hogy levetkőzi ezeket a világ által aggatott elfogadni való dolgokat. Szerettem volna bemutatni a hajdúsági tanyavilágot elsősorban, mert az szerintem roppant érdekes, és ahogy utazok át az országon, más is, nyírségi tanyavilág más, mint a hajdúsági. Vannak különbségek, én ezt akartam. Van másfajta út is, mint a pénz, van másfajta út is, mint egy karrier, vagy mint esetleg egy nagyon divatos szakma. Tehát nem feltétlen hal meg ott az ember annyitól, hogy befejezze az iskolát. A fotópályázatra készült alkotásokat november végéig megtekinthetitek az Uránia Filmszínházban. A műsor végén pedig egy buliba hívunk titeket, a két kísérőnk pedig Ádám és Domi lesz. Nálunk otthon a közösségben a fiatalságnak van egy úgynevezett klubhelyisége, amit az egyházközségtől kaptunk. Ide minden pénteken hittan után lejárunk, hogy egy picit beszélgessünk és együtt lehessünk. Egy buli nagyon sokféle lehet. A tiéteket mi jellemzi? Önfeledten. De szabadon és biztonságban tudom jól érezni magamat. És ezt tűztük ki célul, hogy legyen egy ilyen hely. És hogyha valaki eljön hozzánk, akkor jöjjön hozzánk emberként, és maradjon is az velünk együtt. Embernek teremtettünk, maradjunk is emberek. Legyünk úgy együtt szeretetben, hogy ne magunkat tegyük előtérbe, hanem a másikat. Hogy a másikkal önzetlen módon viselkedek, hogy előbb próbálok jót tenni, mint ő. Számomra ezt jelenti kereszténynek lenni.
üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az elégedtünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Egyszerűen az elején már letettük az alapokat azzal, hogy keresztények vagyunk, jól érezzük magunkat, emberek vagyunk, azok is akarunk maradni a buli alatt. Imádkoztunk is, csönd is volt. Szóval nagyon normális módon jöttünk össze, szóval ennél idillibb módot én nem tudnék kitalálni. Nem az van, hogy mint tárgyak kezeljük az embereket, hanem mint tényleg itt, mint személy vesz részt. Nem egymást tapossuk és próbálunk bejutni a ruhatárhoz, hanem egymást segítjük a heringi partiba, hogy mindenki letesse a kabátját, mindenki bejusson, mindenkihez eljusson a szendvics, mindenkihez eljusson a sütemény. A Gödöllői Királyi Kastélynak a baloldali szárnyában van egy közösségi helyünk, a Gödöllői Fiataloké, ez a klub néven ismert helység. Van két helységünk, az egyik a tánc, a másik a beszélgetős, félrevonulós rész, és van ez a köztes folyosószerű járat, ahol vagyok én a pulttal, meg vannak kijebb a csocsók. Ez már nem az első ilyen nagy létszámú parti, amit szerveztek. Honnan indult? Néhány évvel ezelőtt egy locsoló buliból nőtte ki magát, ahol is a nagybőjt végét, illetve a feltámadást ünnepelve kicsit összekötöttük a néphagyománnyal, a locsolkodással a rendezvényt, és abból vette kezdetét ez a sorozat. A célja egész egyszerűen annyi, hogy egy olyan közösségben lehessünk együtt, ahol felvállalhatjuk önmagunkat, ahol egymás között tanúságot tehetünk a hitünkről, és ahol tanúságot tehetünk a világnak együtt arról, hogy mi kik vagyunk, és felvállaljuk azt, hogy miért vagyunk együtt, mi köt össze minket, aki nem más, mint Jézus. Mi az, ami téged minden alkalommal visszahoz ezekre a bulikra? Természetesen a lányok, az a parti hangulat. A társaság mindenképp. És hogy mindig vannak új arcok. Nagyon szimpatikus a társaság. Például találkoztam olyan fiatallal, akivel 3 vagy 4 éve együtt jártam hittalra, Maglódra, és most a Mendeiekkel jött. Tök jó. Lendületes, pörgős, és a zene is igényes nagyon. Ugyanúgy, ahogy egy diszkóba szórakozó helyre elmennek a fiatalok, ugyanúgy jöhetnek el ide is. Imádsággal kezdjük az összejövetelünket, ami nem arról szól, hogy egész este imádkozunk, hanem hogy ezzel kezdjük, hogy ez hassa át az egész együttlétünket. De ugyanazok a dolgok megtalálhatók. Fogyaszthatnak alkoholt a fiatalok bizonyos kereteken belül, hallgathatnak kedvükre való zenét, táncolhatnak, megfelelő technikai eszközök rendelkezésre állnak, amik feldobják a buli hangulatát. Próbálunk olyan eszközöket alkalmazni, maga a látvány, a hangzás, ami ugyanúgy ott van a nagyvilágban is, de maga tényleg az, hogy egymásra valamilyen szinten odafigyelünk, az, hogy nem érzem azt, hogy most tetszik egy lány, mit tudnék vele kezdeni, önző módon, hanem az ember keresi a párját, keresi a másikba a szemét, és nem az, hogy most, hogy nekem milyen előnyöm válhat belőle. Mindenki azt hiszi, hogy a keresztény fiatalok azok úgy buliznak, hogy rózsafűzéreznek óránként, és teát szürcsölgetnek, gyöngyöt fűznek, és közben nevetnek a különböző papi poénokon. Tévedés, a keresztény fiatalok normálisak, intelligensen, igényesen buliznak. És a szellemiség az megadja azt az alaphangulatot, hogy együtt vagyunk. Nem különböző helyekről jöttünk, különböző emberek vagyunk, akik most jól akarják magukat érezni, és nem egy egoista hozzáállás van itt az emberekben, hanem bárkit, ha megkérdezel, akkor az az elsődleges szempontja, hogy ő jól érezze magát, de ő se érzi magát jól ezen a bulin, ha a többiek nem érzik jól magukat, és ezért mindent megtesz, hogy a többiek is jól érezzék magukat. If sweet death should ever come to me, let me know, boys, let me know. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A
buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek. Ha sikerült kedvet csinálnunk ahhoz, hogy részt vegyetek ezen a bulin, akkor látogassatok el az ifigödöllő.hu oldalra, és jelentkezzetek bátran. A mai műsorba ennyi fért, következő műsorunk pedig december 23-án lesz, akkor a házasság előtti párkapcsolatról, a szerelemről, a tiszta kapcsolatról fogunk beszélgetni. Várjuk a kérdéseiteket ezzel kapcsolatban, a képernyő alján látjátok e-mail címünket, és keressetek minket a Facebook oldalunkon is. Sziasztok! Sziasztok!